Der Buchvorstellung ging eine Diskussion mit László Kelemen, dem Leiter des Ungarischen Medien- und Informationszentrums im Burgerland voraus. Der Leiter der Einrichtung sprach auch mit unserem Team über ihr Hauptprofil. A intézmény ugye egyesületként működik, művelődési ház, könyvtár, levéltár, könyvkiadással is foglalkozunk, vannak határmenti együttműködéseink, hogyha most csak egy részét ragadunk ebből ki, ugye a könyvtár maga egész Ausztria legnagyobb nyilvános magyar nyelvű könyvtára. A levéltára több mint 8000 digitalizált dokumentumot tartalmaz egészen a 17. századig. Több szinten is adunk ki könyveket, nem csak helyi és régió történet, helyi és régió ismeret, hanem van egy gyermekkönyv sorozatunk is, az három nyelv is, magyar, német, horvát, ugye együttműködve az ottani horvát nemzetiséggel, és ugye most az idén adhatjuk ki ennek a 46. kötetét. Das Hauptziel des Informationszentrums ist die Bildung der jüngeren Generation. Zu diesem Zweck wurde eine digitale Plattform eingerichtet, auf der zum Beispiel Hörbücher für Kinder zu erreichen sind. Elsődleges célja az őrvidéki, tágabb értelemben burgenlandi őshonos magyar népcsoport identitásának az őrzése, nyelvének és kulturális identitásának a továbbadása a következő generáció számára. Ezért már óvodás korban kezdünk el foglalkozni gyerekekkel, szülőkön keresztül, nem csak gyerekkönyvekkel, hanem mesekönyvmozikkal, gyermekfoglalkozásokkal. Van egy e-learning platformunk, ami konkrétan ilyen 3-7 éves gyermekeknek lett kidolgozva, hogy nagyon könnyen hangos könyveket is hallgathatnak. Das Institut verfügt über eine breite Palette von Büchern zu verschiedenen Themen, sei es Geschichte, Kultur oder Tradition. So auch das Buch von Grete Binder, einer Kräuterexpertin aus Unterwart mit dem Titel Warter Kräuterbuch, das von László Kelemen im Rahmen einer Buchvorstellung der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. A kötet a hely és régió ismereti sorozatunknak a része, Binder Gréte őrvidéki füves könyv a címe, és két nyelvű, ugye, hogy minden egyéb kiadványunk szinte, magyar-német, meg lehet fordítani, és a második oldalasztal, ugye némettől is megvan. Binder Gréte nem mindig foglalkozott füvészettel, egy betegség révén került aztán ehhez a témához közel, végzett tanfolyamokat, és azok most már évtizedek óta, ugye ő az nálunk a, nem az egész környéken, aki ismert azáltal, hogy hát ő a füves néni, ugye. Die Stiftung Ungarn ohne Grenzen hat die Buchvorstellung im Rahmen eines Festivals organisiert. Das Ziel dieses Festivals ist, das Erbe unserer Vorfahren weiterzugeben, sagte Béla Bokor, Vorsitzender der Stiftung. 32. évében lépett az alapítvány, a Pannon Magyar Ház pedig 2001-ben nyitotta meg kapuit, és azt követően Kelemen László, kedves őrvidéki burgenlandi vendégünk is, itt volt már egy szakmai programon, örülünk, hogy ismét találkozunk vele. Azért is örülök annak, hogy ő itt van, és hogy az alapítvány kuratóriumának eszébe jutott az idei határon túli magyarok fesztiválja keretében, hogy meghívjuk, hiszen ahogy hallhatták az előző riportból, számtalan olyan területen a múltba kutatva, a levéltári kutatásokkal, vagy mindazokkal az adatokkal, amelyek az ottani életet rögzítik, az élő tevékenységüket művelődési, közmedési formában bemutatják. Ez mind fontos ahhoz, hogy a fogyatkozó burgenlandi és hát ausztriai magyar kisebbség megmaradjon, és hogy olyan identitás elemekkel tudjuk stabilizálni a megmaradást, és hozzájárulni ahhoz, hogy büszkén viselhessék a magyarságokat, legyen muníció, legyen kulturális emlék, ami bennük él, legyenek olyan kulturális szokások, amelyek a mindennapokban alkalmazhatók, tovább viszik őket, fejlesztik, és hát a következő generációkat is kellő technikával, ügyesen, cselesen, jó szívvel bevonják, hogy bizony minél később legyen
egy olyan tragikus pillanat, amikor esetleg elvesztünk mindannyian itt. De ennél sokkal optimistább vagyok, mert egy fesztivál keretében nem az elvesztünk, hanem épp, hogy élünk, és hogy tovább visszük mindazt, ami örökül ránk maradt. A fesztiválnak is ez az egyik küldetése, elsősorban kulturális és közösségi értékeket mutat be, deríti föl a Kárpát-medencébe, ugye ez az alapvető filozófiánk, hogy itthon a Kárpát-medencében lévő értékeket hozzuk, bemutassuk idehaza, az itt lévőket vigyük odahaza, és hogy cserekereskedés zajlódjon, történjen meg. Das Pannon Ungarische Haus ist nicht nur ein Ort für Buchvorstellungen, die Besucher können in dem Gebäude in der Innenstadt von Pécs auch Dauer- und Wechselausstellungen besichtigen. Dazu gehört zum Beispiel die Blaufärberausstellung.